És egy nap alatt mondjuk mennyit lehet keresni ilyen üvegekből? Én ilyen 13-14 ezret. Egyszerűen arról van szó, hogy az átlagember szponzorálja a hajléktalanokat. Nem lehet győzni összetakarítani. €50, pontosan ennyit lehet kapni egy visszaváltott üvegért, valakinek pedig ez az összeg az új perzdíját jelenti, mert hogy az utcán mély szegénységben élő emberek lehetőséget látnak az új rendszerben és az üvegek visszaváltásában, itt pedig felszínre tört egy társadalmi probléma, mert hogy nagyon sokakat zavar az utcán kukázó emberek látványa, úgyhogy ma erről kérdezzük az embereket az Economics-ban. Ha nem szeretnének lemaradni a friss tartalmainkról, akkor lájkoljanak és iratkozzanak fel. Te mit gondolsz arról, hogy vannak, akik a kukából szedik ki a szemetet, hogy vissza tudják váltani ugye az üvegeket most az új repontautomatákban? Alapvetően nem tartom egy jó megélhetési formának, de ha már van ez a lehetőség, akkor ugyanúgy azt sem tartom, hogy kidobjuk, mert akkor már egy kis erőbefektetéssel lehet gyűjteni és visszaváltani, és egy kisebb pénzt keresni ezzel. Alapvető baj ott van, hogy volt egy működő rendszer, a sárga, kék és normál kuka, és ezt keresztbe szervezték, úgyhogy amekkora energiával itten most direktbe a palackokat szedegetik ki, ezt lehetett volna központilag szelektálni, egyszerűen arról van szó, hogy az átlagember szponzorálja a hajléktalanokat, ami még nem lenne baj az 50 forintjainkkal, mert mi kidobjuk, ők meg összeszedik, én visszaviszem egyébként. Itt a baj az, hogy ezt a belvárosba áldatlan körülmények között, de a bármelyik másik boltba is iszonyú. Szerintem a mai gazdasági helyzetben ez éppen hogy nem elfogadott. Nem éppenséggel annyira, hát hogy mondjam, annyira gusztusos, de megértem maximálisan, hogyha valaki ilyet csinál. Hát sajnálom őket, de hát ha nekik ez kell, és ebből pénzt tudnak csinálni, csak ha jóra költenék a pénzt, az még jobb lenne. A kezdetben kigyózó sorok próbára tették a magyar emberek előzékenységi képességét, meg idegrendszerét, azóta viszont már egyre több helyen bővítik a repontautomaták számát, és most már nem csak a bevásárlással együtt, hanem akár a tankolással is megejthetjük az üvegeink visszaváltását. Országszerte 10 ilyen benzinkúton lévő állomás van, és még a további bővítések terve vannak. Mit tapasztalsz, mennyire türelmesek az emberek? Változó, mint alapvetően az élet más területein is. Vannak türelmesebbek is, vannak kifejezetten nehéz esetek, akik problémáznak a sorban. Én rosszul vagyok tőle, mert amikor az ember próbálja visszavinni a 4-5 üvegét, állandó sorok vannak, akkor vagy megtelítődik ez a gép, soha vissza nem tudtam vinni. Napjában hogyan működik? 4-5, míg ki kell szaladgálni, mert vagy félredobják, vagy nem úgy dobálják az üveget bele, ahogy kell, úgyhogy van vele probléma. Tehát akkor magától a gépnek nem lenne problémája, hanem az emberek nem tanulják meg használni? Így van, de van, amikor magától is elromlik, mert olyan, mintha tele lenne, de még sincs tele, nem ezt jelzi, hogy hibás. Tehát van, amikor van ilyen hibája is. És ön kapott arra információt, hogy mondjuk próbálnak majd ezzel javítani, akár a gépalkotói? Ennek is javítanak rajta, megnézik, megcsinálják, hát most ha szólunk, akkor egyetemű jönnek. Nagyon türelmetlenek, sőt, lehet látni, hogy mit csinálnak. A jelenlegi törvények szerint, hogyha egy palacka kukában landol, az onnantól kezdve a MOHU tulajdona. Hogyha valaki ezt onnan kiszedi, akkor ez egyenesen lopásnak minősül. Az új szabály szerint pedig, hogyha valakit fél éven belül kétszer kapnak kukázáson, 90 000 forintos bírságra büntethető. Kissé paradox a történetben, hogy egy nincstelen ember, aki feltehetően a szemetesben keresi az 50 forintos palackokat, hogyan fogja majd tudni kifizetni a rászabott 90 000 forintos bírságot. Hát ez egy nagy butaság. Mit szól ahhoz a törvényhez? Ugye most az van a szabályzatban, hogy 90 000 forintos bírságot is kaphat az, aki ugye a kukából szedi ki a palackokat, és ide visszavágja. Ezt üdvözlöm, mert tényleg nagyon nagy mocsok dolgot csinálnak maguk után az emberek. Kiszedik a szemetet a kukából, ott hagyják az utcákon, szétverik, sőt, ide hozzák a reponthó az átvevő helyre, itt hagyják a szemetet, a mocskot, úgyhogy ez nem lehet győzni, összetakarítani. Aki a kukából gyűjtöget, az honnan fog kifizetni 90 000 forintot? Vagy tehát, hogy nem látom reálisnak, vagy ezt hogy hajtják be? Vagy valószínűleg olyan sajnos szegénységben, vagy rossz helyzetben lévő emberek gyűjtögetnek kukából, akiknek nem biztos, hogy sőt, szerintem szinte biztos, hogy nincs 90 000 forintjuk, úgyhogy nem tudom, hogy ennek a gyakorlati megvalósulása hogyan fog kinézni. Te honnan szerzed be az üvegeket a visszaváltáshoz? Különböző helyekről már
házakból, kukákból, és kapom legtöbbet őket. És most mi szólsz ahhoz a szabályhoz, hogy elvileg akit fél éven belül kétszer kukázáson kapnak, azt 90 ezer forintos bírságra büntetik? Erre mind azt tudom mondani, hogy elég pénze van a MOL vezérigazgatónak. Gondolni kéne a szegényebb népekre is, mert van olyan ember, aki ebből ért, ebből eszik, és erre számít. És mennek nagyon sokat érte az emberek. És egy nap alatt mondjuk mennyit lehet keresni ilyen üvegekből? Én ilyen 13-14 ezret. Matekoztam itt az előbb, és hogyha igaz, amit az előző férfi mondta, hogy 13 ezer forintot tud megkeresni per nap az üveg visszaváltásokkal, akkor ez egy hónapban 390 ezer forint nettóba. Hát, ha valaki tudja úgy csinálni, hogy ne kapják el, akkor az egy ügyes ember. Ez most kamerán keresztül nem fog átjönni, de azért az illatpróbán ez a környék sem megy át, tehát nagyjából egy olyan 7 méterre állunk a repont bejárata előtt, és itt már érezhető egyfajta bűz. Egy kicsit zavar, másrészt az is zavar, hogy sajnos rengeteg ilyen ember van, aki erre szorul. Tehát, hogy alapvetően ez a helyzet is zavar, hogy ez kialakul. Az, hogy most kinek, meg minek, meg milyen hibából és sors alapján jutnak oda, az most már megint egy más kérdés, de alapvetően a látvány kicsit zavar, illetve sajnálom azokat az embereket, akik erre szorulnak. Nincs hely, és ilyen hatalmas zsákokkal jönnek szegény hajléktalanok. Én teljesen egyetérzek velük, de ezt a 50 forintokat adják inkább a kezükbe, és hagyják őket ki a játszmából. Higiéniai probléma lesz ebből.